Szép estét kívánok! Köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, a kulináris élvezetek napja lesz a mai. Mai Agrárinfóban ugyanis egy fantasztikus fehérvári sikerről fogunk beszámolni, hiszen a Magyar Kolbász fővárosában, Békés Csabán a kolbásztöltő verseny 400-as évfordulóján fantasztikus fehérvári siker született. A csapatból két ember lesz a vendégem, és már is mondom, hogy természetesen a következő héten megismerkedhettünk még a csapatból még két fővel. Tehát vendégem Paminger Ede és Grenyovszky Károly, szervusztok! Szervusztok! A Királyi Város ízmestere és egy fantasztikus szakács. Én azt gondolom, hogy 1000 éve ismerjük egymást. Hát ennek van előzménye, de először is nézzük meg, egy kicsit addig ide fordítom. Ez a külön díj, kérem szépen. Most visszateszem, és mielőtt beszélgetnénk, nézzünk meg, kaptam tőletek egy fantasztikus összeállítást, ami Békés Csabán készült, kellően játékos ahhoz, hogy mindenki el tudja képzelni, hogy milyen fantasztikus hangulat volt Békés Csabán. Nézzük meg együtt. Na nyomjátok! Hajrá, Békés! Nos, kérem szépen, rövid volt, annál látványosabb ez a történet. Én azt gondolom, hogy aki ott volt, bizonyosan nem felejti hosszú-hosszú ideig. 25 évről beszélünk, és amikor azt mondjuk, hogy valóban a kolbász az egyik legfontosabb étek, és nagyon is jól tudjuk, hogy már nagyapáink idejéből, hogy micsoda fenséges ízek születtek. Úgyhogy egy kicsit beszéljünk az eleve elrendelésről. Hát ugye azt mondom én, hogy ott volt a helyetek. Viszont azt tudni kell, hogy csak a legjobb 100 kapott meghívást. Bocsánat, 50. Vagyis a legjobb 50 erre a 25 éves jubileumi találkozóra. Hogy fogadtátok a hírt? Kezdjük azzal. Hogy fogadtuk a hírt? Hát úgy fogadtuk, hogy tényleg egy kicsit vissza kell mennünk időbe. Tehát a Békés Csabai Kolbász Fesztivál az egy nyeremény volt nekünk. Tehát visszautalva a Vad Gasztronómiai Fesztiválra, Vadász Rendezvú egy meghirdetett, meghívásos alapján történt szakásversenyen nyertünk az Edével és egy különböző csapattal aranyérmet és a különdíjat. A különdíj taglalta magába, hogy a Békés Csabai Kolbász Fesztiválon megmutathatjuk Közép-Dunántúlt, illetve Székesfehérvárnak a gasztronómiai értékét, és ezt levetítve a kolbásztörtésnek a hagyományára és a tradíciónak a követésére. Tehát Kápolnásnyéken történt egy szakácsverseny, egy vadászrendezvú, ahol indultunk az Edével, és ezt tudni kell, hogy mindenféleképpen vadhúsból készít és szabad tüzön, sparhelten vagy bográsba készülő ételeket lehetett készíteni. Ez egy nagyon nagy verseny volt, egy tradicionális verseny, meghívás alapján, tehát nem jelentkezés alapján, meghívások alapján
a térségből, Budapestről, az országból, tehát nagyon neves csapatok versenyeztették meg magukat, mérettették meg magukat, és itt sikerült egy aranyérmet és egy külön díjat elnyernünk. Majd beszélünk a versenyről, és ez a külön díj volt a Békés Csabai Kolbász Fesztiválnak a indulásának a lehetősége. Igen, ez egy fontos, de mielőtt elmennénk Békés Csabára és megismerkednénk az ottani körülményekkel, nyilvánvaló, hogy titeket elsősorban mi a fehérvári fesztiválokról ismerünk, és természetesen aki azért szereti a finomságokat, azért az meglátogatja Ede üzletét is, gyakorta találkozunk, hála Istennek, kellően népszerű, mondom én. Egy kicsit térjünk vissza a fehérvári fesztiválokhoz. Ugye most a pandémia okán nagyon kevés lehetőségünk volt arra, hogy egy ilyen fesztiválon nézegethessünk, de én soha nem fogom elfelejteni, amikor Sipos József Sipi megteremtette a Lecsó Fesztivált először, ugye akkor még csak a Várkörúton rövidben, tehát nem volt olyan nagy, akkor azt mondta, hogy van négy ember, akit semmiképpen, ő akkor még négyet mondott, semmiképpen nem lehet kihagyni a zsűriből. Ti ketten voltatok, és hát nyilván a nagy öregekre gondolt ő még. Tehát már az számunkra egy óriási dolog volt. Beszéljünk egy kicsit azokról a fesztiválokról, hiszen volt halünnep azóta, de a Lecsó és a halünnep az, ami mindent visz. Illetve hát nyilván nekünk lehetőségünk nyílik, hogy a Vadgasztró Fesztiválon ott legyünk, ha meghívást kapunk Soponyán, vagy éppenséggel most ugye másutt volt. De tehát honnét van az indítatás, hogy ezeket a tradicionális ételeket mutassátok be olyan szinten, vagy zsűrizzétek, ami az emberek számára egyébként meg természetes. Hát igazániból ez a találkozás kettőnk között a Karcsival olyan szerencsés volt, hogy két olyan ember találkozott a szakmában, akiknek nagyon fontos az érték megőrzés, a hagyománytisztelet, és az a főzési kultúra, amit mi képviselünk. Mi, nekünk azért van szerencsénk, nagyobb szerencsénk van ebben, mert mi olyan látvány elemekkel dolgozunk a főzések során, ami színesebbé teszi ezt a fajta főzési technológiát. Mi nagyon keveset használunk, szinte alig fine diningot, fúziós konyhát, kémiát nem használunk, mindent. Olyan alapanyagot használunk, amit manufaktúrától szerzünk be, és azokat a látvány elemeket, amit szoktál volt látni bennünket, amikor felvonulunk, ez tesz talán bennünket sikerorientáltá. Ugye itt a pörzsanyagok keletkeznek, a maga a füst, az az ízvilág, az teljesen más harmóniában van, mint egy hozzáteszem, nagyon sok jó kollega van a szakmában, itt Fehérváron és a megyében. Csak nekünk azért van szerencsésebb helyzetben, mint említettem, mert nekünk vannak olyan látványtechnik elemeink, ami színesebbé teszi ezt a programot. Itt beszélünk a nagy üstökről, kis cirkusz csinálunk a rendezvény köré, mert ugye a látvány elem az is maga az, hogy itt láttad, hogy a felvételekben, hogy Békés Csabán ott is, hát szerencség nélkül mondhatom, hogy ott nem volt olyan ember Békésen, aki nem fordult meg a standunk előtt. Biztos vagyok benne. Tehát sikeresek vagytok, és ez nagyon fontos. Egyébként a sikerről annyit, hogy nemrégiben kaptál egy elismerést katonaként, azt hiszem, hogy ez is fontos pillanat az életedben, hogy mások is látják és elismerik. És tisztában vannak azzal, hogy az az értékrend, amit te képviselsz, az fontos a 21. században, bármennyire is felgyorsult a világ. Igen, igen. Köszönöm szépen még egyszer a gratulációt. Igen, nagyon jól mondta az Ede. Tehát minket összeköt a magyar gasztronómia. Mi is a magyar gasztronómia? Zárójel. Tradícióőrzés, hagyományőrzés, ételkészítés, oktatás, ami nagyon fontos, és nem utolsó sorban a nemzetközi kapcsolatok, zárójel bezárva. Tehát gyűjtőnéven ez foglalkoztat minket, és ennek a különböző kis ágazatába bele tudunk lépni. Bele tudunk lépni a hagyományőrzésbe, bele tudunk lépni a tradíciókba. Ez a versenyek pont erről szóltak. Elővettünk olyan tradíciós elfelejtett ételeket, és aranyérmet nyertünk vele, ami már magyar palettán éppen, hogy megtalálható valakinek, pont olyan kollégákkal, akik már valamit elértek ebbe a szakmába,
úgy teljesítménybe, úgy, mint korba, tehát ismerik ezek a régi tradíciós ételeket. Akkor a hagyományőrzésbe, ez pont Békés Csabán született meg, hogy olyan húsdarálóval, olyan töltővel, amivel elődjeink, a nagyapám Dunapentelén, ahogy csinálták a disznóvágást, ezeket mutattuk meg, elhoztuk a pentelei kolbászt, de viszont már az új dologba is nyitottak vagyunk, kitaláltunk egy újdonsült kolbászt, egy vargányás, egy erdély gomba bevitelt, egy füstölt sajtot, egy füstölt ízlést tettünk a nyers sütőkolbászba. Tehát azt, mint ahogy előbb említettem, a tradíció, a hagyomány, plusz, hogy haladjunk a korral, egy új dologra is nyitottak vagyunk. Tehát aki nem hajlandó az újakba belépni, az megállt egy szinten, és nincs tovább. Sajnos ez a gasztronómia, az ételkészítés, ez olyan, hogy amit mondok ma, az lehet, hogy már holnap nem igaz. Haladni kell a korral. Úgy a technológiákba, úgy az élelmiszernek a bővülésébe, tehát mai világban olyan élelmiszerek bejöttek, amivel az ember nem minden nap dolgozik. Ezeknek a megismerése. Itt jön a nemzetközi kapcsolatok. Ezek nemzetközi téren lehet beszerezni az élelmiszereknek. Jön a nemzetközi szakácsversenyek. Majd most mindenki Franciaország, Hollandia, Magyarország közös kapcsolatokba lépett egymással. Egymás kisegítik, egymás oktatása. Magyar szakácsok mennek külföldre az oktatásba. Horvátország csereüdültetés, csere szakács tanulmányok folytatása. Tehát azt mondom, hogy ez a gasztronómia, amit említettem, elég nagy látókörre rendelkezik, és valahol mi itt a régi dolgokba, a tradícióba és az új dolgokba tudnánk magunkat behelyezni, kettőnket, és itt a Közép-Dunántúlba, Székesfehérvár próbálunk ezt minél több emberhez eljuttatni, nem csak gondolatokba, hanem az, hogy jöjjenek, kóstolják, menjünk vissza a régi tradicionális ételekbe, ne felejtsük el, amit elődeink készítettek, mert ebből tudunk kovácsolni magunknak és mindenkinek egy igazi magyar, tehát egy magyar, ami egy nagyon nagy gasztronómia a világba, Európába, és ezekről voltunk híresek, ezekről az elfelejtett ételekről. Tehát ezt ugyanúgy látom, hogy vissza kell hozni. De egyébként a magyar hagyományos ételkultúra, azok az étkek, amelyeket nagymamáink készítettek Európában, továbbra is ismeretlenek, maradjunk ennyiben. Tehát a gulyás, kolbász, tehát ezek megvannak, de én számtalanszor tapasztalom, hogy azért elkerekedik az ember fiának a szeme, ha egy külföldinek, amikor megjön. Viszont az meg a másik, hogy amit mondtál, és ez megerősítés mondjuk nekem is, hiszen gyakran járunk Székelyföldre, és Csíkszered a környékén, Csíkcsomortán, Csíkpálfalva, Csíksomjó, tehát ez a kör a miénk, ugye a csíki versünnep, meg a csíki verstáborokán, hogy ott valóban ugyanígy készítik örökre, és ez örökre így is maradt, tehát minden ugyanúgy van. A pityóka is ugyanolyan, ugyanúgy nevezik, és így tovább. No, amikor eldöntöttétek, hogy tehát megvan a meghívás, csapatot kell, tehát kell egy csapat, és ezt nem csak Minari Kede mondja, hanem mindenki mondja, főleg így, tehát egy kell egy tím, hogy állt föl ez a csapat, hiszen eredményesek voltatok, sikeresek, szóljunk azokról is, akik a támogattak, illetve hozzá segítették, hiszen Pál Margot láttuk, de azért voltatok többen is. Hát a Metáfor Kft-től Simon Laci barátunk támogatta az egész rendezvényt elejétől a végig, nem kis összeggel. Nekünk, ahogyan fogalmaztam, volt, nekünk az volt a feladatunk, hogy megfelelő, hogy mondjam, felkészüléssel vegyünk részt ezen a megmérettetésen, mert ugye roppant nagy felelősség volt rajtunk. Hát ez rengeteg pénzbe került, rengeteg ember munkájával. És ha alul maradunk, akkor ott rosszá ízzel jöhetünk volna el egyébként. Nagyon sokat készültünk rá, de megméretettük magunkat, és hál' Isten Békés Csaba fővárosával elhoztuk ezt a díjat. Mik a talpontjai a felkészülésnek? Erről azért essék szó, mert ez nagyon-nagyon fontos, ha már megemlítetted. Hát először az ötletelés. Az, hogy milyen ételt vigyünk magunkkal. Átbeszéljük a karesszal, előkészítjük az ételt, próbafőzések vannak, próbaízesítések, ez most kicsit nem, most kicsit arra vigyük erre ezt az ízvilágot. Hát ez ugye, ahogy fogalmaztak, ez egy edzőtábor, egy rövid tábor edzőtábornak mondhatom be, és amikor azt mondjuk, hogy na most ez így akkor mehet, akkor
Ezen a Vadgasztró Fesztiválon egyébként ott is változtattunk, még menet közben is képzeld el, megbeszéltük a részleteket, átszedtük, hogy milyen étel fog kerülni az asztalra, de az utolsó pillanatban lepróbáltuk, és az utolsó pillanatban a tálásnál, na ez nem, és akkor utána jött a következő tálástechnika az asztalon. Ez az. Igen, mert más. Igen, más tárgyal volt a hadd mutassam meg a kamerának, ugye ez a 6. társasági vadászrendezvúra, és a Metal for Team ételajánlata, ezt hadd olvassam fel, mert akkor így megértik a nézők is. Erdei gombás citromos savanyú, vaddisznó vetrece, bodrogközi tüdős lecsós zsemlegombóccal, hecsedli kuli, vargánya chips, uborka relisz. No, hát ebből a mai magyar fiatal nem érti mondjuk a vetrecét, a tüdős lecsó zsemlegombóc talán elmegy, de a hecsedli kuli a fogalma nincs, hogy micsoda. A chips, a vargányát tudja, és a chipset, de az uborka relisz megint csak. Akkor egy kicsit beszéljünk erről, hiszen ezt is egy hatalmas nagy előkészület volt nyilvánvaló. No. Igen. Hát az erdei gombás citromos savanyú vaddisznó vetrece. Erdei étel. Az előbb beszéltünk Erdélyről, ezt onnan láztak ki a Karesz, ezt a történetet. Mi csak átdolgoztuk, ahogy említettem volt, hogy az az ízvilágot próbáltuk ebbe az ételbe megjeleníteni, ami itt ételszokásunkhoz használatos, mert ott Erdélyben azért más fűszerezés van, mással fűszereznek, mint Magyarországon nálunk, kevésbé használunk csombort, meg ilyeneket, mi megpróbáltuk ezt egy kicsit magyarossá tenni, és hát nem tudom sorban, hát sikerült, mert aranyemet osztunk ebből az étellel. Hecsedli kuli. Igen, Bárcsi még visszatér egy gondolatot, igen, hogy amit beszéltünk, hogy ez egy tradicionális Erdélyből származó étel, és amit említettem az előbb, hogy vissza kell nyúlnunk a tradícióra, a hagyományokra. Ez 20-30 évvel ezelőtt Magyarországon közétkeztetésben ez a savanyú vetrece nagyon sokat szerepelt, és méltatlanul van elfelejtve szerintünk. És ezért próbáltuk, hogy ezt a versenyen, hogy hozzuk, ásunk egy kicsit mélyebbre, hozzuk vissza azokat a dolgokat, amire méltán valamikor büszkék voltunk, és nagyon szívesen készítettük el ezt az ételt. Azt tudni kell róla, hogy ez egy savanyú, pikáns, tejszínes, mustáros szavban készülő étel, vaddisznócsikokkal, és hozzá párosult a köretünk a zsemlegombóc, amit kiegészítettünk tüdővagdalékkal, lecsóval, hogy egy kicsit össze tudjuk mosni. Nagyon hasonlít ennek a savanyú vetrecének a szaftja a szalontüdőhez. Szalontüdőt hol találunk most Magyarországon? Sehol. Sehol. Tehát nincs egy olyan étterem, hogy bemegyek, és egy régi, tradicionális szalontüdős zsemlegombóccal el tudjak fogyasztani. Mi ezt próbáltuk belecsempészni, tehát a szalontüdő szaftjához hasonló vargányás erdei savanyú vetrecébe, az tüdőt megjelenítettük a köretünkbe, a zsemlegombocba. A hecsedli kuli az, mivel ez egy savanyús, pikáns, mustáros étel, adni kell hozzá egy kis édes ízvilágot is. A kuli az nagyjából gyümölcsöket, akármilyen élelmiszereknek a hőközlése, tehát egy magyarul kicsit jobban fogalmazva, ez egy hecsedli csipkebogyó lekvárt készítettünk helybe, amivel egy kicsit a zsemlegombócunkat megfűszereztük, megízesítettük. Tehát ezt az édes, savanyú ízt valahogy így próbáltuk összehozni, és akkor hozzá egy uborkarelis, ami egy szintén, itt visszautalva megint az előző gondolatomhoz, hogy ezt a régi tradicionális ételt próbáltuk egy kis új köntösbe, tehát már újra gondolva egy nagyon picit, hogy adjunk hozzá egy uborkalajést, amit nemzetközi versenyeken sok szoktunk használni, ez egy Amerikából jött salátaforma, nagyon hasonlít az uborka salátázunk, csak 3-4 uborkából áll össze, különböző fűszerezéssel, ecetekkel, különböző olajokkal dolgozva, tehát adtunk hozzá egy ropogós elemet is. Itt azért mondom, hogy ez a menüsor, ez teljesen arra utal a régi és az új dolgoknak az összefonódására. És sikert koronázta. És látod, ezt annál mondtam, is hogy... inkább, hiszen itt nézegetem a főzőverseny zsűriét, és kapásból Prohászka Béla egy legenda volt, igen, ugye. Nem a Venez díja okán egyébként is legenda. Ha nem lenne Venez díjas, akkor, igen, is leborulnék előtte. De van egy más tiszte is a Prohászka úrnak. Igen. Van, aki más tiszta is. Ja, igen, persze.
De ez csoda, hiszen első díjat nyertetek ezzel, egyébként csak, hogy ki mindenki volt ott, ugye ez Kápolnásnyéken volt a Halászkastélyban, és a főzőverseny védnöke ki más lehetett, mint Elsimon László, aki maga is vadászik, illetve hát Lipp Adriánt olvasom itt. No, de most akkor ennek tükrében térjünk akkor vissza Békés Csabára. Na, kicsit kanyaruljuk vissza még a Prohaszka Bélához, mert a Nemzeti Kulturális Szövetségnek és a Hungarikumok Szövetségének az alelnöke. Tehát ez a díj, amit mi kaptunk, ez azért is volt nagyon fontos, mert nem akárhonnan jött ez a díjadás. És megerősítést jelentett. Tehát úgy mentetek Békés Csabára, hogy egyébként már számtalanszor bizonyítottatok. És akkor jött ez a vargányával füstös sajttal gazdagított kolbász. Tehát arról már beszéltünk, hogy sok-sok próba főzés volt, aztán jött maga a megmérettetés. Milyen a milliője egy ilyen 50 csapatos, hatalmas nagy teremben lezajlott csodatalálkozónak? Hát mint az előbb, amit levetettünk filmet, hát óriási hangulata van. Tehát amikor az ember odaérkezik, már ennek a rabja lesz. Óriási hangorkánok, nagyon jó a hangulat, a fogadtatás az óriási volt, tehát annyira örültünk, mintha hazamentünk volna. Idegen érkeztünk, és hazajöttünk Békés Csabára. Az ötletesség az volt, hogy Békés Csabáról nem lehet elhozni díjat. Tehát ott az a kolbász fővárosa, hát ha valamiben nagyon jók, ők ebben nagyon jók. Mi próbáltunk valami olyan különlegességgel ott előrukkolni, ami nem mindennapos volt. Akkor jött az ötletelés, hogy készítettünk egy hagyományos fűszerezési kolbásztöltéléket, amit akkor ezt hozott magával a mély pentelléi ízvilágot, és akkor az egyik felét meg betöltöttük, mondjuk csináljunk ebbe valamit, mondom, mert valami olyasmit, ami izgalmasra teszi ezt az egész történetet. Onnan is fogva, már akkor, amikor már gondoltunk, amikor főzünk, akkor ahogyan beszélgetünk az ételről, ott már megjelenik előttem az étel maga. Amikor szét van robbantva a kolbász, fröcsög belőle a zsír, meg a minden kutya füle, ott van benne a gomba, és ott folyik ki, képzeld el a füstölt sajt. Tehát olyan ízvilág van, mondom, Karcsi, ezt meg kell csináljuk. És sikeresen hát ezt tette rá az ide a pontot gyakorlatilag. Egyébként a látogatók ilyenkor kóstolnak, vagy ez valóban olyan verseny, hogy csak a standard kajákat ehetik ők is? Az idei kolbászfesztiválon, itt Békés Csabán most ez nem így történt, mert a pandémia véget egészségjogokból nem lehetett kóstolni ételt. A zsűri minket bekóstolta, mert mindenképpen fontos volt számára azt az ízvilágot, hogy le tudja próbálni. De egyébként kóstoltatás volt, mert a Laci barátom, a Metal for Kft., aki finanszírozta az egész rendezvényt, készítettünk kínálóasztalokat, és a kínálóasztalon volt két óriási nagy vaddisznó kifaragva, ez volt a kínálóasztalunk, és ebbe voltak beletéve ezek a füstölt áru készítmények. Küldtünk át nektek fotókat egyvel kapcsolatosan, úgyhogy nem tudom, azokat majd alkalmasint be lehet mutatni. Zseniális történet. Mit hozhat a jövő? Most tekintsünk el attól, hogy pandémia vagy koronavírus járvány visszatér a negyedik hullám, vagy mi történik majd. Milyen terveitek vannak? Hiszen nyilvánvaló, hogy nagyon is jól tudom, hogy mindig ötleteltek, és ráadásul amit kitaláltok, azt meg is valósítjátok. Hát már ott jött az ötlet, amikor Békés Csabán befejeződött a rendezvény maga, született meg a következő fellépésnek a története, a milliója, mert avval a fellépési technológiával, ahol most voltunk, még egyszer nem mehetünk. Tehát körvonalozódott, de hát még az egy év, tudod, bármi történhet, nem Lális. Tudjuk, hogy egyáltalán megéljük ezt az időszakot. Vannak kötetelek, persze, de dolgozunk rajta erősen már most. Igen. Mert igen. Ez... Jövőre mentek biztos, megint még és Csabára igen. Ez... igen, igen, nagyon, nagyon nehéz így, hogy említetted ebbe a helyzetbe, hiszen már lassan két éve elmaradt minden, amit szerettünk volna és terve voltak véve. Annyit vissza még Békés Csabára, hogy a zsűri és ott a főszervezők, tehát amilyen standot állítottunk, és ahogy megjelentünk, ahogy elővezettük Székesfehérvárt, a királyi bábukat, a hátteret, a disznőlés hagyományét, minden, és ez annyira megtetszett, hogy minden évben van egy vendégváros, és ígéretet kaptunk rá a jövőre,
hogyha megszűnik a pandémia, és igazából meg tudják 100% ámblok nagyba csinálni a régi hagyományos kolbásztöltő fesztivált Békéscsabán, akkor Székesfehérvár lesz a vendégváros, ami nem csak egy megmérettetés, vagy egy napi, hanem 4 nap alatt kell bemutatnunk nekünk Székesfehérvárt, környékét, Velenceitől, de azt hiszem van mit bemutatnunk, mert nagyon sok fajta dologgal tudunk büszkélkedni. De visszatérve még egyszer, hogy azokat a dolgokat, a fesztiválok, mindenki ki van éhezve. Mindenki ki van éhezve az ételkészítésekre, a társadalmi rendezvényekre. Most egy nyár egy nagyon jó volt, mert úgy mindenki fújt egyet, mindenki tudott nyaralni, de hát most lassan megint belemegyünk ebbe a fránya időszakba. Mindenféleképp szeretnénk egy új kolbászfesztivált, egyeztetve a kolbászfesztivál vezetőjével, és olyan tapasztalatokat, amit Békéscsabán szereztünk, vagy Dunaújvárosba, beleszőni itt Fehérváriba is. Mindenféleképpen a halünnepet is egy más köntösbe, egy jobbra, tavaly elmaradt, 2 éve elmaradt, ígéretet kaptunk, hogy nagyobb költségvetésre, tehát tényleg egy jobb formát, egy új dolgokat kitalálni. Szeretnénk ezeket az aranyérmes ételeinket megmutatni a fehérváriaknak. Ha már a sajtóban, médiában vagyunk, mindenki csak halról, de még effektív nem tudja megkóstolni. A kolbászfesztiválon szeretnénk ezt az új kolbászt újra letölteni, újra megkóstolni, hogy jöjjenek, nézzék meg az aranyérmes. Meg szeretnénk mutatni a savanyú vetrecét is, óriás bográsba. Edével már beszéltünk, hogyha bemutatkozik, hogy mit készítünk egy 600 adagba, visszanyúlunk szintén a tradicionális ételekbe akkor. Tehát várunk mindenkit szeretettel, aki vevő erre az új és a régi gasztronómiára, az biztosan, hogy nagyon jól fogja érezni magát. És nem tudom, mi lesz a Lecsó Fesztivállal. Tehát azt mondom, hogy a gasztronómiában mindenki most elfoglalja a saját helyét. Én is, Ede is készül a adventi vásárra. Remélem, hogy tudunk nála egy jó kis, egy nagyon új forradboros variációt inni, enni finom dolgokat, és hát nagyon remélem, és minden kollégámnak kívánom én is, hogy tudja folytatni ezt a vendéglátó és a gasztronómiai pályát, és ne akadályozom meg semmit, mert már így is elég egy kicsit lent mozgunk, hogy már nem is a szakács és az ételkészítés szeretetébe, hanem hogy sajnos ennek a vírusnak kialakulásával mindenki szerintem úgy. Én annak örülök és úgy búcsúzom, hogy örülök, hogy ti vagytok a gasztrokultúra jelen és jövője, és viszitek Fehérvár hírét, a saját érdeketek is egyébként, én azt gondolom, hiszen akit megismernek ebben a szűk világban, a séfek, szakácsok szűk világában, az bizonyosan elismerésre méltó. No, hát én köszönöm Székesfehérvár, minden székesfehérvári nevében, és hát bizakodó vagyok természetesen, és gratulálok még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, és mi is köszönjük a nagyon sok segítséget mindenkitől, aki segítette a munkánkat. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra, minden jót kívánok.